Sziasztok, Maier Gábor vagyok, és ez itt a Call Center Farkasai Podcast 16. rész. Ezt is megértik most már. Igen. Itt van velünk Erik újra. Sziasztok, visszatértem. Igen, Erik visszatért a kirándulásból. Már is volt Erik? Spanyolországban. Spanyolországban, szuper, majd mesélsz róla. És akkor mai nap arról fogunk beszélni, nagyon egyszerű, ami mindenkinek életében jelen van, azok a napi rutinok, napi szokásaid, hogy mi az, amit folyamatosan csinálsz nap mint nap. Úgyhogy tarts velünk, mind a ketten el fogjuk mondani, hogy mi az, amit csinálunk. Ide felírtuk még azt, hogy milyen tanulságok vannak, ami végett ezt az egészet, el is kezdtük. Mi az, amit adtok és mi az, amit adtok és tapasztaltál az életedben, szóval mi az, amit adtak neked ezek a szokások, amit te végzed őket. Fontos, hogy az önfegyelemek a fontosságok, hogy ezt nap mint nap érdemes csinálni, azért is szokások, ugye? És mi az, amit a fiatalkori énednek üzennél? Ez lesz az ötödik dolog, amiről fogunk beszélni. Úgyhogy tartsatok velünk ebben a részben is, és akkor kezdjük is. Akkor kezdjük is el. Erik, mesélj kérlek a napi rutinjaidról, hogy te neked mi az, amit minden nap csinálsz. Főként itt a hétköznapokról gondolok, hétvége lehetnek kimaradások, de mi az, amit folyamatosan csinálsz hétről hétre? Igen, amit folyamatosan csinálok, az nálam az egy olyan alap dolga, koránkelés. Ez hétköznap. Mikor is kezd? 4:30. Nálam ez egy alap beállítás, akár a telefonban is ez nekem be van állítva, vagy automatikusan úgy állítsa be nekem az ébresztőt. Illetve hétvégén te is szokom ezt alkalmazni, amikor éppenség itt vagyok Dunaszerdahelyen otthon, hanem akkor pedig a barátnőmnek, akkor ott ugye értelmeszerűen kipihenem magam. Igen. És lényegében nekem sokat adott, lényegében a koránkelés, azt így, amikor felköltöztem Pozsonyba, még 3-4 éve, akkor kezdtem el alkalmazni. Az előtt nem csináltad? Az előtt, hát akkor is keltem, de hát tudjuk, hogy milyen az a koránkelés. Igen. Akkoriban 16-17 évesen 8-kor felkelek, aztán... Igen. De nem az, hogy ilyen korán a 4:30-ig tudatosan. Persze. Szóval ez így tudatosságot adott nekem, meg az, hogy egyfajta önfegyelmet, hogy ténylegesen az ember felkeljen. Illetve ami ilyen napi rutinom, lehet, hogy is van a reggeli rutinom az, hogy egyből ennél edzeni. Szóval felkelek, és egy órára rá egyből edzés. Iszok előtt a kávét, vagy egy könnyű reggeli, és egyből megyek edzeni, az is egyfajta olyan ritmus ad a napomban. Szóval nem azon, hogy akkor felkelek valamikor, és aztán majd valamikor elkezdődik nekem a nap. Nem, felkelek, egyből dobok egy hideg zuhant, az felébreszt. Ez is egy fontos, hogy a hideg zuhany. Igen, ez is majd mondok egy pár tippet, hogyan is tudsz hozzászokni a hideg zuhanyhoz, de ez így nekem, amit így megadja a ritmust a napomban, hogy elmegyek egyből edzeni, és aztán utána akkor azzal nekem elindul a nap. Edzése is olyan, az is olyan intenzív, 40, max. 45 perces reggelente, az is szét van osztva nekem izomcsoportokra, és akkor azok alapján az is egyfajta elindít engem a napomba. Illetve amit még így alkalmazok, a említett jégzuhany, itt el is tudom mondani, hogy nekem mi segített ahhoz, hogy leggyorsabb, illetve leghatékonyabban hozzászokjak, hogy úgymond a meleg vizet elzártam otthon. Teljesen elzártam. De mosogatáshoz se? És nem mosogatáshoz se. Teljesen zárva, szóval mindenhol a negyítom a vizet, nekem jéghideg víz jön, és akkor ezáltal én rá vagyok kényszerítve, hogy jéghideg vízre zuhanyozzak, és akkor ezáltal úgymond nekem is egyfajta olyan boostot ad a napomba, akár hogyha reggel, vagy amikor este zuhanyozok a lefekvésre, akkor is jégzuhanyja. Szóval az a legjobb érzés, amikor ember kijön a zuhanyból, és úgy kezd felmegedni a test, hogy a jégzuhany után. Ennek sok előnye van. És ez mennyi másodpercig csinálod, mennyi percig? Hát ameddig tart a zuhany. Szóval 10 perc. Egy folyamatos. Persze. Aztán ha szokok így hétvégére csinálni, hogy megeresztem a kádat, akkor pedig ugye belefekszek, és akkor azáltal van a jégkád. Ennek sok előnye van, nekem inkább azt adta, hogy ott is egyfajta a komfortzónámból kilépést adta meg. Még ha nincs is kedvem, meg egyfajta a disziplinát is megadta nekem ahhoz, hogyha nincs is kedvem, akkor is magamra engedem a hidegvizet. Illetve hát egyéb más egészségügyi hatásai, jótékony hatásai is vannak. Ugye erős oldalra, igen. Erősíti, kedved jobb tőle, energikusabb vagy. De ezt lehetne még sorolni, erről legjobban például a Wim Hof tudom mesélni. Neki igen, a nagy szakértő. Igen, neki van ez a Wim Hof fajta légzés, és azt is, hogyha utána néztek, az is egyfajta ilyen energiát tud adni a napotokba, azt is néha szoktam alkalmazni, de az úgymond nincs a napi szokásaim között. Valamint még amit alkalmazok, ezt is már több mint 4 év, igen, a hálaadás. Ugye a hálaadás itt leginkább ez arról is szól, hogy hálát adok azért, amin van,
ahogy élek, egészségemért és így tovább, hogy ténylegesen az embernek egyfajta alázata legyen ez iránt a dolgok iránt, ha nem egy természetesnek, hisz egyik napról a másikra bármi történhet és elveszítheti, de ember lényegében, ha hálát ad ezekért a dolgokért, akkor azáltal úgymond megbecsüli ezeket a dolgokat. Ez lehet akár egy apróság, vagy egy olyan történés a napodban, ami úgymond jobbá tette a napodat, és akkor azáltal te úgymond hálát adsz azért. Ha nem is történt olyan valami, akkor is hálát tudsz adni. De ezt még nap végén csinálod, vagy nap elején? Reggel meg este. Ja, reggel meg este csinálom, reggel azért, hogy jobban indul a napom, este meg így visszareflektálva az adott napomra, végig gondolom, hogy mik történtek, és akkor úgymond arra adok én egyfajta hálát, hálaadás. Eszében a Brian Tracy könyvéből vettem ki, és ott is kezdtem el alkalmazni, meg a Robin Sharmának a könyvéből vettem ki a szerzetes, aki eladta a Ferrari-t. Igen, abban is. Abban az nagyon nagy hatása volt rám, így főként így a spirituális területen. Aztán, amit még így alkalmazok, az a céljaimnak a felolvasása. Ez is nekem le van írva a jegyzetekbe, és akkor lényegében azokat én reggel. Itt a hosszú távú célok, vagy ilyen rövid távú? A hosszú távú célokat, azokat napi szinten leírom. Van nekem egy ilyen fekete füzetem. A rövid távú célokat, azokat pedig minden nap felolvasom. Reggel meg este. És akkor ezáltal úgymond berögzül a ember fejébe. És még erre így visszatérve, hogy ezt is már 4 éve csinálom, az már lehet, hogy már több éve, mert 17-ben kezdtem így ezeket a szokásokat bevezetni, és ha így visszagondoltam, akkor nagyon sok esetben még ha ember úgymond nem is tudatosan, hanem annyira beleépült a fejembe ezek a célok, hogy úgymond tudat alatt kezdtem. Igen, ha felkeltenének éjjel, akkor is tudnád, el tudnád mondani. Igen. Szóval visszanézel, nekem ezek a célfüzetek minden egyes évre félre vannak téve. Ezeket én lezártam, úgymond, amikor lezárom az évet. Hébe-hóba én ezt kiszokom úgymond nyitni ezeket a dobozokat, és akkor visszaolvasom, hogy akkoriban, mondjuk hát 18-ban mit írtam fel, hogy hova akarok eljutni. Akkor ezeket kézzel. Ezek kézzel van, kézzel írva nekem. Tényleg a legeslegegyszerű füzetekben semmilyen, hogy nem tudom, hímzésű füzet, hanem a legeslegegyszerűbb adják oda nekem, én felírtam. És amikor visszaolvasom, akkor így szokok gondolkodni azt, hát ez ténylegesen ebben megvalósult. Ez lehet akár materiális, lehet pénzügyi, lehet akár egy olyan cél, hogy hova akarok eljutni. Például még felírtam még annó 18-ban, hogy Barcelonában ott vagyok, és most onnan nem jöttem vissza. Szóval igen, valóra vagy. Abszurd tényleg nagyon sok esetben, hogy embernek annyira beleelvődik a fejébe, annyira tudatosul benne, hogy aztán ténylegesen ezek a dolgok megvalósulnak. Szóval biztos erre van egyfajta magyarázat. Én ebben úgy vagyok, hogy egyfajta a vonzás törvénye is ugye azokat a lehetőséget, meg a többit azt, hogy bevonza az ember, de nem kell teljesen erre hagyatkozni vonzás törvénye, hanem azért tenni is kell, hogy ténylegesen, hogy ez mind megvalósuljon. Illetve ami még ilyen a önfejlesztésemet segíti, az olvasás. Napi szinten, aha. Főként most a angolul írt könyvekre álltam rá, azokat is olvasom. Volt egy időszak, amikor elhanyagoltam, de akkor lényegében akkor úgy éreztem, hogy az úgy rendben van. Nem volt rendben, de lényegében akkor teljesen máshol volt a fókuszom. Szóval ebben úgymond egyenes vagyok, hogy volt olyan időszak, amikor nem olvastam, de nem is hiányzott nekem az olvasás, mert akkor fókuszomat máshol helyeztem, és nem arra, hogy olvassak. Valamint még itt, ami így a edzéshez is hozzá kapcsolódik, az a nyújtás, napi szinten nyújtás. Ez mennyi percig csinál? Hát ez egy ilyen 20-25 perc, rendesen. Nemrég vezettem be ezt a szokást, de már most nagyon sokat adott. Így edzések után szoktam ezt érezni, hogy olyan bevök merevedve, vagy fáj a hátam, fáj a vállam, és így tovább. És ezt mindig esténként a zuhany előtt, égzuhany előtt szokom ezt alkalmazni, hogy lenyújtok. És lényegében van nekem ez a foam roller, ez a szivacsrollerem, és akkor kimasszíroztatom magamat. Aha. Mert ugye egy egész nap után is jó, mert hogyha ül ember, akkor azért jó, ha kissé a hátra. Igen, meg hát a derpad is az is érződik, hogy le van meg a kezed, és ugye bár amilyen számítógépen dolgozunk, és voltam ilyen az, aki a hátra. Igen, az, nem tudom, hogy magyarul, de voltam nálam, és akkor ő is csinálta az, hogy
lényegében oda tette a hátamhoz, és aztán mondta, hogy itt, sok, itt a laposzkán már sok le volt tapadva, mm-hmm. és pontosan azért volt letapadva, mert ülök a gép előtt, és ugye a kezem az mm-hmm. nem mozog, hanem így van a gép előtt, és ahogy gépelek, vagy ahogy egeret használok, az így van, és akkor ez véget, mivel a kezem nem mozog, ezért nagyon itt nekem fönt, itt a fönti része nagyon meg itt a vállomnál, mm-hmm. nagyon ilyen, ilyen nagyon be volt feszülve, mm-hmm. le voltak tapadva az izmok, és itt meg a derkamnál is le voltak, mm-hmm. de itt például a hátam közepén, itt nem annyira, mert mm-hmm. ugye már azt nem használod, vagy azt éppen az a fordítottját tudod oldani. Mert néztem róla a videókat, hogy itt is vannak előnyök, el lehet sorolni, de mondom, nem vagyok ebben úgy szakértő, ezt tényleg csak így otthoni szinten csinálom, de nekem például, amikor először megcsináltam azt, hogy a foam rollert, ezt a szivacs rollert ide ráraktam a alsó hátrészemre, és így kinyújtottam a hátamat, akkor átroppantam, mondom, most maradtam ott a szivacson, nem kellek már fel, de ez egyfajta felülülés nekem a nap végén, hogy ezt megcsinálni. És lényegében, amit így bevezettem, ez a egyfajta kedvesség az emberek iránt. Nem mondom, hogy az a fuha milyen nagy kedvesség, hogy mind a napocskor megyek a üzletbe, és akkor mosolyok mindenkire, hanem hogy megköszönöm, szép napot kívánok, mert oké, hogy én is ugyanúgy voltam abban a helyzetben, hogy én szolgáltam ki embereket, és tudom milyen az, ha mondjuk van egy olyan bunkó valaki vásárló, most mondjuk ki őszintén, és úgy megfogadtam, hogy olyan én nem akarok lenni, és akkor azáltal azt is bevezettem, hogy mindig kedves vagyok bárkivel, még ha lehet, hogy ő is bunkó, de akkor is szép napot kívánok, mert ki tudja, bármi történhetett az életében, vagy a adott napjában, és úgymond így mond respektet, tisztelettel állok azokhoz az emberekhez, hogy köszönöm szépen, szép napot, de bárhol elmegy a benzinkútra, elmegy üzletbe, az egyfajta köszönöm. Nagyon sok ember ezt nem alkalmazza, tisztelt a kivételnek, de szerintem ezek az alap dolgok, ezek sokat tudnak adni az embernek a életébe, vagy a mindennapjaiban. Így van. Szóval ezek így a fő szokásaim. Neked így mik a szokások így a mindennapjaiban? Meg itt egy dolgot még mondtál, ez az időben alvás, az is egy ja, igen, fontos. Időben alvás. Igen, igen. Szóval, hogyha korán is kelek, nekem ez egyfajta a szokásom, hogy időben megyek aludni, szóval... Az mit jelent? Hát az a fix 10 óra. 10-kor. 10-kor lefeksz, és fél ötkor kezd, a lényegében alszó 6,5 óra. Na, durván, igen. Azért bőven elég tud lenni. Persze, persze. Szóval, oké, ezzel is néha régen trükköztem, hogy akkor elmegyek éjfélkor, fel kellek 5-kor, és akkor bemeséltem magamnak, hogy hú, milyen friss vagyok, aztán közben majdnem összedőltem a nap közben, de ez egyfajta az a 10 óra, ezt úgy kitapasztaltam, hogy ez ténylegesen nekem bevált, és ezt így alkalmazom. Igen. Szóval fél 10-kor én már úgymond a minden fényt próbálok csökkenteni, azaz nem... Ja, az a kék fény. Igen, igen, szóval a telefonban is oké, nem mondom, hogy ez fúha mekkora nagy segítség, de a telefonban van ez a sárga fény, be tudod állítani, meg már otthon van nekem ilyen, úgymond ilyen melegebb fényű lámpa, és akkor azon csak nekem bekapcsolva 9 órától, és akkor azáltal ezt is mondjuk kitapasztaltam, hogyha mondjuk rá úgy aludtam el, hogy fénynél, hogy nagy fény volt, akkor sokkal fáradtabban keltem fel reggel. Igen, ez fontos, ez érdekesen működik. Igen, vagy ha mondjuk rá a tévét sem nézek, legalábbis nekem a lakásban nincs tévé, meg nem is lesz. Nálam sem. Szóval, aki akar, rakjon, de nálam nem. Szóval ezt is úgy kiiktattam, de ezt már jóval régebben. Ezt persze, már... ez alap. Talán már 5 éve nem néztem tévét, úgymond a szobámban nincs tévé, meg nem is lesz, szóval. Volt olyan időszak, amikor úgy aludtam el, hogy világított a fény, meg ment a tévé, de hát úgy is keltem fel reggel. Persze, szóval, ja, sokat nem adtak nekem. Igen, igen. Aztán így Erik kérdésre rátérve, hogy nekem mik a szokásaim. Én ezt úgy foglalnám össze, hogy egyik legfontosabb szokásom, és ami egy kedvencem is, az a olvasás, hogy én ezt 2016, május 16-án kezdtem el olvasni, körülbelül ilyen 120 könyvet most számolom, de most héten nem tudom, az több mint 120 könyvet olvastam el, és én is a utóbbi időben volt egy olyan időszak, a kb. Egy ilyen 3-4 év, amikor így olvastam, de ilyen heti egyszer, fél órát, meg így volt, amikor folyamatosan, vagy amikor 2 évig folyamatosan minden nap olvastam, és aztán volt, amikor kicsit kimaradt, vagy kevesebbet olvastam, és azt így észrevettem, hogy voltak nekem is olyan életemben időszakok, amikor annyira időt, sok időt nem fektettem el. És aztán most egy körülbelül egy, mikor egy 4 hete újra elkezdtem azt csinálni, hogy akkor bevezettem azt, hogy oké, mert én mindig azt csinálom meg, ami a naptáromban van. Szóval nekem ez egy fontos, hogy te is működsz, ugye, naptár használat, hogy mindig ami be van írva a naptáromba, ez szintén egy ilyen szokásom, hogy én mindent a naptárba írok be, a kollégák is odaírják be nekem, hogy akkor kivel van tárgyás, vagy bármi egyéb, és akkor be van írva az info,
akkor mikor mit csinálok, és ki van blokkolva az időszak, hogy én most bevezettem, kb. Mondom a 4 hete, hogy minden nap egy órát olvasok. Mm-hmm. Ez tök mindegy, hogy hétvége vagy hétköznap, mert minden nap tartom, hogy ezt éjfélig megcsináljam. Eddig egyszer maradt ki azóta, mm-hmm. többit azt mind tudtam tartani, és akkor ezt így bevezettem, hogy minden nap egy óra, és akkor kb. Ki tudod számolni, egy percenként egy órát, vagy egy órát tudsz elolvasni, mm-hmm. szóval egy nap alatt azért el tudsz olvasni 60 oldalt, azért, hogyha 6x7 az 42, ugyebár, hogyha van egy 420 oldalas könyv is, mm-hmm. vannak 600 oldalasok is, de általában egy könyv 250 óra, 270, egy könyvet hetente el tudsz olvasni, valamikor másfelet is el tudok mm-hmm. olvasni. Most is úgy volt, hogy szinte majd már olvastam, hétfőn olvastam el a könyvet, majdnem, hogy mm-hmm. másfelet el tudtam olvasni, hogy majd kettőt egy héten, és lényegében ezáltal sikerül azt csinálni, hogy heti egy könyv az egy évben az 50-52 mm-hmm. könyv, hogyha még hozzászámjuk azt a fél könyveket, durván egy 60-65 könyvre azért szerintem ki fog jönni egy évbe, és azért ez nagyon jó mm-hmm. dolog. Ezt elkezdtem, és ez nagyon jó, és most így több mm-hmm. angol könyvet is vettem, most ráfeküdtem nagyon az angol nyelvnek a tanulására, kiejtésileg is, mint meg így abban sok szavat megtanulsz, és kiírom belőle azokat a szavakat, ez meg egy ilyen másik szokás, hogy kiismerem, van egy ilyen jegyzetem, hogy ismeretlen szavak, és még kiírom az ismeretlen szavakat. És aztán nem is egyből, hanem azt inkább egybe lefordítom, vagy ebben lefordítok egy 20-30 szavat, de nem az, hogy egyesével akkor lefordítom, mert akkor elmegy vele a fókuszod, hanem az, hogy kiírom őket, csak akkor írjam ki, hogy tudjam azt, hogy azt a szót nem értette. Szóval általában fordítom valamikor, csak úgymond előbb-utóbb hallom, vagy valami, és akkor fogom lefordítani, de lényeg, hogy tudjam, hogy azt a szavat azt még nem értelmeztem, vagy lehet, hogy egy mondat alapján össze tudom rakni, hogy ez mit jelent. Ez nagyon fontos, hogy nekem az olvasás. Szóval ez egy ilyen kulcs szokás lett, és aztán a másik az például minden nap csinálom, régebben úgy csináltam, hogy reggel este, mostanában úgy csinálom mindig, hogy este felolvasom a fő célomat, az nálam egy ilyen következő 2028-ig szóló célok, szóval 2028. október 31-ig, amire 33 éves leszek, vannak összeérve hosszú távú célok, és akkor azokat minden nap felolvasom, ezt szoktam egy évente néha így átnézni, update-elni, vagy valami, hogyha úgy van, de lényegében vagy hogyha már elértem hamarabb, de ezek vannak felírva nekem, amik ilyen az a mély hálódások kapcsolatos, vagy ez a célek felolvasásával kapcsolatos. Mm-hmm. Aztán ilyen a célírás, vagy a céloknak a leírás, az a következő egyéves mm-hmm. céloknak a megírása, hogy ilyen milyen céljaim vannak, mm-hmm. ugyebár amit a következő időszakban el tudok érni, főleg valamilyen olyan akár bevétel szempontjából félretenni x pénzt, vagy befektetni x mennyiségű pénzt, ezt és ezt uh-huh. elérni, ide elmenni, kirándulni, vagy bármennyi, szóval ilyenekről, főleg a materiális célokról van szó, amik ilyen tényleg rövid távú uh-huh. célok. Aztán utána ezen kívül, ami számomra egy ilyen fontos, azt is körülbelül, amíg Covid volt, azt így inkább otthon edzettem, de bevezettem azt is, hogy edzés is egy heti legalább egy ilyen 4 alkalommal, de ezt így tudom tényleg tartani már körülbelül egy ilyen mikor egy fél éve, több mint fél éve újra így elkezdtem, és akkor ugye Dunaszerdahelyre járok fitnessbe, és akkor minden héten egy ilyen durván 4 alkalommal, még én esti órában szeretek, utálom, hogyha sokan vannak, ki nem állottam, hogyha nincs hely az zuhanyzó vagy valami, várni kell, úgyhogy ki tudnak égetni, meg nem vagyok ilyen reggeli kellő, mint az Erik, úgyhogy én inkább este vagyok aktív, és ezt is fel kell magadba ismerni, hogy számodra mi az, már én most 10 órakor lefeküdnék, én akkor vagyok feladatív, akkor vannak a legjobb ötleteim, én azt nem tudnám megcsinálni, Erik meg pont a fordítottja, szóval valaki ilyen, valaki olyan, de ez nagyon fontos, hogy nekem mondja ez edzés, és akkor még egy ilyen 3-4-7 koszokok, vagy 3-4-8 koszokok elmenni mostanában, és akkor egy ilyen 9-ig szokok edzeni. 9-kor bezár a fitness, én addigra éppen végzek, már zuhanzás minden benne van, és akkor bennem az, hogy öltözködés, zuhanzás, akkor szoktam menni a futógépen is, úgyhogy egy edzek, mindig egy vagy két izomcsoport, és akkor végén egy futógépet, egy 8-10 percet, hogy már régebben ezt sem szoktam csinálni, hogy a kardió nem volt szinte kardió, de most mindig legalább egy másfél két kilométert a futógépen szoktam, én ezt a biciklizős szarságot nem szeretem, hanem a futógépet szeretem, és akkor ezek alapján úgy futni. Aztán ilyen szoktam elmenni futni edzés helyett, hogyha valami van idő van, vagy úgy van kedvem, de az tényleg, amikor csak kedvem van, szóval a futni azt annyira külön mostanában nem szoktam, én városban elég unalmas futni, úgyhogy ezt inkább szeretem így, hogyha egy futógépen ott vagyok közben,
nézek mindig videót, akkor is fejlesztem magam valamilyen videóval, szóval ez a része. Aztán így a videókra rácsatlakozva, nekem a videók nézése, YouTube-on van ilyen prémium előfizetésem, 9,49, a kerül euróba, mindenkinek ajánlom. Ki tudod számolni, hogy YouTube videókat nézve, mennyi reklámod van, hogy mennyi reklámod bedob, és hogyha bedobja a reklámokat, akkor ugye már addig is elveszi az életedből a pénzt, és neked vállalkozóként nincs se idő, se energiád, meg ne is legyen arra, hogy te reklámokat nézzél, nagyon lehet belőle tanulni, de ha azt akarod, akkor ott van a Wolfgával, vagy bárki mástól tudsz tanulni a reklámok tekintetében, hogy hogyan rakj össze egy kampányt, vagy bármi, meg arra vannak szakemberek, de viszont a reklámok azok nagyon feleslegesek ebbe az esetben. És nekem van ott előfizetésem, és akkor ezáltal naponta, amikor 8-10-12 videót is megnézek, ezek ilyen 10 perces videók, szóval naponta, amikor több órát YouTube-ot nézek, valamikor csak hallgatom, hogyha olyan, ami nem muszáj nézni, hanem hallgatni is lehet, akkor azt is szoktam, én fürdés közben azt hallgatom, edzés közben még valami podcastet hallgatok, vagy Spotify-on, vagy YouTube-on valamilyen videót nézek, ha futok, akkor futógépen, szóval nekem mindig megy valami a fülembe, AirPods-ot használok erre, az kibírja nekem úgy, hogy egyszer egyik fülemben van más, a másik bencés, vagy mind a kettőbe szokom betenni, és akkor ez alapján, szóval nekem a YouTube az egy ilyen cool szokás. Aztán, amit meg ide megemlítenék, az lényegében ez a úgymond a pénzügyeknek a vezetése. Én ezt erre a Money Lover nevű applikációt használom. Ez egy olyan, amit bankkal nem tudsz összekötni, hanem neked vagy összetudsz le amerikai bankokkal, de itt nálunk Magyarország, Szlovákiában nem tudsz összekötni, hanem lényegében neked tudsz csinálni mindegyik, ami a bankkártyád vagy bankszámlád van, azt ugye meg tudod ott csinálni, és akkor minden egyes tételesen tudod vezetni a kiadásaidat. Ezt már kb. Egy 5 éve használom, tényleg nagyon-nagyon jó, mert mindent nyomon tudok követni. Most egyik barátom, még az Ákos, amikor voltunk Csehországban, ajánlott egy applikációt, ezt még nem kezdtem el használni, de ez egy cseh cég fejlesztette ki, a Spendee az a neve, ez ilyen 25 euró egy évbe, ha megveszed egészbe, akkor 100 euró, és akkor ilyen dozsivotnyi, hogy életed végig tudod használni, és akkor ebben az esetben ez úgy működik, hogy ott össze tudok kötni már a Tatra bankkal, a UniCredit bankkal, a Raiffeisen bank, bármilyenben össze tudok kötni, és neked beszinkronizálja a tranzakciókat, és akkor ezáltal nem is kell bepütyögnöd, hanem kvázi mindent beszinkronizál. Persze, hogyha valamit úgymond egyik számlára utaltál a másikra, akkor ugyebár azt nem tudja, hanem akkor abban az esetben azt be kell állítanod, hogy ez ne számolja bele mint neked, mint bevétel, vagy mint kiadás, mert ugyebár ez nem adta ki, hanem csak számlák közötti mozgás, de szinte az nélkül rengeteg időt meg tud takarítani. Nekem még mivel van 20 bank számlám a magánokkal együtt, szóval ezért fontos, hogy nem mindegy, azt, hogy nekem az külön van válaszol a kettő, hogy meg el akarom dönteni, hogy ezt a spendit ezt most a magánról, vagy a úgymond a cégesre fogom alkalmazni. Ezt még ki kell találni, mert azért sok időbe telik, szóval minden tranzakciót külön beírok. Kiszámoltam egy hónapban csak 4 órát havar töltök, mérje a telefon, ugye egy órában hónapban csak 4 órát azzal töltök, hogy ezekbe írogatom be a dolgokat. Hogyha veszek egy 25 eurós órabért is, mint cégvezető, ebben az esetben is az 100 euró egy hónapban, és ezt a 100 eurót én most kiadom, hogyha úgy veszük, mert a órabéret is úgymond bele kell számolni. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy azért ez egy hónapban 100 eurót meg tud takarítani, mert nekem csak úgymond ellenőrzem azt a pár tranzakciót, szóval sokat meg tud oldani, meg tud takarítani, úgyhogy ez meg egy olyan dolog, amit eldöntök, hogy mind a kettőre fogom használni, vagy egyikre is, de egyikre biztosan, mert nagyon-nagyon hasznos, és Ákos mutatta, ő ezt használja már kb. Egy éve, és egy perfekt applikáció, úgyhogy ezt még tudom ajánlani, Spendee, ezt két ebetűvel írják, és egy cseh cég tulajdonosa, úgyhogy itt le lehet ellenőrizni a céget, egy prágai cég, úgyhogy tényleg meg lehet bennük bízni. Mi a bankkal is össze kell kötni, ez egy fontos dolog. Úgyhogy meg kell nekik adni hozzá az engedélyt, vagy Revolut, a Wise, bármivel össze tudok kötni. Meg amennyi a Bitcoint is be lehet ott csatolni, kezdjük, hogyha van Binance tárcád, azt hiszem a Binance-szel, meg Coinbase-szel össze lehet kötni. Crypto.com-mal nem lehet, de ezzel a kettővel össze lehet, szóval ha van Binance-szel egy számlát, akkor össze lehet fel kötni, és akkor a kriptókat is mutassa. Úgyhogy ez egy ilyen hasznos kis dolog. Aztán ezen kívül, amit még úgy, nekem ilyen koránkerés az nincs meg, én ilyen 7.30-kor szoktam így kelni, egy gyerekre reagálva, ilyen 7.30-kor kelek, és akkor azok alapján inkább én egy ilyen fél egykor szoktam lefeküdni. Hát szokásokban, amit még tudok mondani, lényegében egy, ami ilyen fontos dolog van, még azok a hangos könyvek hallgatása.
A hangos könyvek az azt jelenti, hogy most angolul hallgatok könyveket, van ez Audible, vagy ki hogyan ejti. Az Audible ez egy olyan alkalmazás, mint például a Voice Magyarországon, itt is tud hangos könyveket alkalmazni, abban, hogy jobban visszati modelljük, az nagyon tetszik, hogyha te megvásárolod ezt drágán, mert 17,49 € egy hónapban, kapsz egy kreditet, és van 1000 könyv, amit tudsz hallgatni, azok ilyen egyszerű könyvek, amit egy kicsit ilyen komolyabb könyvek, vagy drágább könyvek, nagy része az ilyen, azt kreditért tudod megvásárolni. Egy kredit az ilyen 15 € és 18 € között van, és akkor kapsz minden hónapban egy kreditet, azon tudsz vásárolni egy könyvet, de az örökre a tiéd lesz, hogy lesz, hogyha te lemondod előfizetést, azt a könyvet akkor is meg tudod hallgatni. És már több mint 12 könyvem van. Régebben voltam egy rövid idő szakra előfizető, aztán utána többre, de így csináltam meg, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy én ezt hallgatom, és akkor most van még egy, ezt még nem vezettem be, de ebből is gondolkoztam azon, hogy egy ilyen szokást csinálok, hogy be van írva a naptáram, hogy minden nap egy órát hallgatom, mert ezt akkor szoktam, hogyha vezetek, vagy bármi egyéb, és akkor közben megy, de akkor nem tudod teljes mértékben rátenni a figyelmet, főleg angolul megy, én még azt is gyorsítottan hallgatom, mert utálva a töketlenkedés, szóval magyar azt kettesen szoktam hallgatni, Voice-on régebben akkor még kettesen hallgatom, én angolul még nem vagyok teljesen perfekt, ezért fontos az, hogy ilyen 1,2-1,3-as gyorsításban hallgatom, szóval nem általánosan beszél, hanem gyorsítva, szóval ilyenkor egy 5 órás könyvet egy kb. 3,5 óra alatt meghallgatok, szóval ez is fontos, hogy még jobban hatékonyabb tud lenni. És ez az applikáció ez nekem nagyon-nagyon hasznos, tényleg jól működik, nem szok ilyen bugolni, semmi egyéb, úgyhogy ebben nagyon meg vagyok elégedve, és hogyha én azt akarom majd bevezetni, ez még csak terve van, még nem biztos, hogy így lesz, hogy minden nap beírom, hogy egy órát hallgattam, úgyhogy a olvasásban egy plusz egy órát, egy ilyet csinálok, és akkor ezáltal egy hónapban egy ilyen 4-5 könyvet még plusz meg tudok hallgatni, szóval kvázi egy évben egy 110-120 könyv között meg tudok hallgatni, illetve ugyebár olvasni egy év alatt, ami elég sokat tud adni, mert már 10 év alatt több mint 1000 könyv. Szóval ott rengeteg olyan könyv van magyar nyelven is, vagy angol nyelven is, amit tényleg le van írva, valamire akarod találni megoldást, akár hogy hogyan építs össze a csapatot, vagy hogyan YouTube-ról vannak könyvek, rengeteg fajta videóvágások, ezzel minden fajtában vannak könyvek, és nagyon szépen meg tudod tanulni azt, amit kvázi te akarsz. Már most jelenleg úgy csinálom, hogy vannak ilyen képzések, ez is még egy fontos dolog, ilyen zárójelben tenném, hogy például van egy ilyen, itt nem látni most a kamerában, de van egy ilyen CD-k, amit vettem, például ez a milliómos észjárás rendszer, ez Pongor Juhász Attilának a ilyen CD-i, ez még 2012-es, úgyhogy azért vannak még CD-n, viszont nagyon külön CD-lejátszót kellett hozzá vennem, de megérte, szóval ezáltal mindig tudom ezt hallgatni, és be van írva egy héten egy vagy több alkalommal, és amikor ezt hallgatom. És akkor egy órában csak azt csinálom, hogy hallgatom, ugye mert itt nincs felvétel, hanem csak hallgatom. Szoktam nézni, most például a YouTube-ról tanulok, hogy hogyan tudsz minél több embert elérni, hogyan tudod megvágni a videókat minél jobban, és így tovább, és így tovább, és akkor erről például a Parajd is van, akkor egy képzés, ez is több mint 13 órát vesz igénybe, és akkor azt is beiktatom, hogy akkor mikor mit nézek. Udemy-n vettem képzéseket, és akkor ott is, és akkor szoktam én videóval is szeretek sokat tanulni, és akkor ilyen képzéseket ezt így bevezetem, és akkor ez is az a titka, lényegében van írva a naptárba, és akkor slusz passz, akkor működik. Megvan akkor, és akkor megvan, úgyhogy ezek, amik számomra ilyen szokások szempontjából még nagyon hasznosak tudnak lenni. Igen, és akkor terjünk el abba, hogy neked az életedben milyen tanulságok voltak, még itt a rutinokat bevezetted, mi az, ami rá vezetett erre, hogy így mondjál pár példát, erre kérlek Erik, hogy neked mi volt az, ami úgymond, amiket bevezetted ezeket a szokásokat. Jó, hát legfőképp nekem, amit véged bevezettem, az a kiszoktam csúszni időből. Ugye azért vezettem be úgymond ezt a Google naptáros megoldást, azelőtt rendes papírra írtam, hogy akkor nem tudom, volt egy ilyen kis napeszem. Igen, emlékszek rá, még vitt, aztán Erik ment a vonatra, azt még vitte fel. Igen, szóval papírra. Nem tudom, 7-8-ig ezt csinálom, de papírra, szóval még a kőkorszakból volt ez a ötlet, és utána te mutattad nekem a Google naptárat, amit köszönök is, és ott aztán elkezdtem bevezetni. Eleinte ez nekem még nem volt, hogy órákra lebontva, vagy másfélre, vagy ilyen inkább úgy mondom időblokkokra, hanem hogy ettől eddig itt vagyok, ettől eddig ezt csinálom, és akkor ettől eddig pedig mondjuk rá edzés van. Csak mondtam most egy példát, az is jó volt, de nem láttam át, mert oké, hogy ott vagyok, de akkor mit fogok csinálni, akkor megint összekeveredtek a teendők, és akkor azáltal egy időblokkokba szétosztottam, hogy oké, akkor a teendők, fél óra, oké, akkor mondjuk rá edzés,
40 perc. És akkor mi időblokkokba szét van osztva. Az is nagyon fontos, hogy szabad időblokkokat is kell magadnak adni, mert ha te nem adsz magadnak, akkor senki nem fog adni neked. Szóval ezt mondjuk rá John C. Maxwell könyvéből olvastam, hogy szabad időblokkot mindenképp adjál magadnak, legalább egy napi fél órát, ahol át tud gondolni, mert jó, ha neked időbe van osztva óránként, vagy kinek milyen időbeosztás, vagy időblokkjai. Svájcoknál minden 15 perc. Igen, csak hát kell szabad időpont is, mert ha te nem adsz, akkor... Igen. Akkor azt veszed észre, hogy oké, mindent megcsináltál, de aztán a nap végén meg úgy vagy, hogy ki vagy égve. Pontosan. Nálam volt egy ilyen, aztán ami tanulságok a pénzügyekben, azt, amit így, ahogy én vezetem a pénzügyeket, az nem könyvből, nem YouTube-ról, nem másról tanultam, azt is saját magam tapasztaltam ki. Szóval az, amikor felköltöztem Pozsonyba, és ott elkezdtem így havi szinten kapni a fizetést, azelőtt nem arra voltam úgymond ráállva, legalábbis a fel nem arra volt, és hát volt, hogy kicsúsztam a pénzügyekből, szóval voltak olyan időszakok, aztán lényegében ott megtanultam, hogy így elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan is tudom magamnak úgymond kontrollálni, hát tudjam azt, hogy ne költsek többet, mint amennyi, és akkor azáltal így ezt a Notion applikációt vezetem, ha már egy appokról is beszéltünk, akkor nekem a Notion applikáció, az, ami így a tanulság után bevezettem, mert ott van nekem minden leírva, ez felhő alapú, szóval mind laptopon, mind telefonban, ez nekem ott van applikáció, és ott én, például én ott vezetem a pénzügyeket. Szóval ott mindig van rálátás, amikor most kinyitom a Notion-t, akkor tudom, hogy mondjuk rá jövő héten milyen bevételek fognak jönni, vagy milyen kiadások lesznek, és akkor én mindig képbe vagyok a dolgokkal, és hogy még pluszod nem kell a fejembe tartani. Szóval bármi van, ötlet, vagy pénzügyek kapcsolatos dolog, ezt mindent leírok a Notion-be. Még ha nincs is olyan szépen megszerkesztem, mondjuk rá csak gyors jött villám egy ötlet, vagy egy gondolat, azt mindig beírom, azt mindig utol meg tudom szerkeszteni, de az a fontos, hogy nem a fejedbe legyen. Szóval ne azon kell gondolkodnom, hogy oké, hónap akkor mit kell fizetnem, vagy jövő héten miből fog jönni bevétel, hanem most megkérdezed, nem tudom neked megmondani, mert itt van a Notion-be. Ez a jó az egészből, hogy nekem minden le van írva. Sem kell rajta gondolkodni. Szóval nem kell azon gondolkodnom, hogy jó, jövő héten ez lesz, vagy amaz lesz, nem, le van írva, akarod én megnézem, és akkor megadom neked a választ. Szóval nekem ez, ami így a tanulság a pénzügyekben, amikor hidegek voltak a idők, hogy itt adjak valami hasonlatot neki, akkor ez így adott nekem egyfajta tanulságot, és azután vezettem be, illetve a időbeosztásomat pedig azután, miután éreztem, hogy kicsúszok a időből, illetve a koránkelés, az pedig, vagy az mindig bennem volt, hogy valahogy másként akartam élni, mint a többiek, vagy többi ember, és szerintem ez, ami... Sikerült. Igen, szóval ez, ami így megadta nekem, hogy azt a korai kelésbe vezessem, még ha néha a hátam közepére se kívánom, de ez is egyfajta, úgymond, disziplinet megadja az embernek, a önfegyelmet, hogy még ha nincs is kedve az embernek, akkor is ikel az ágyból, mert valahogy mindig nekem ott van az a kis ördög a fejembe, vagy majd a Grand Cardon is írt, hogy ha én nem, akkor ki? Tudod, hogy ha most én tovább alszok, akkor lehet, hogy valaki más helyettem fel kell, és már hasítsa a napot. Igen. Tudom, és mindig vannak, akik korábban kellene, valaki kellene, ha taxisok lehet kellene, vagy a békek kellene, kettőkor felállapot. Szóval még így is sok ember kell hamarabb. Szóval a Grand Cardonnak a könyve is sokat adott nekem, még ha így most le vagyok a tanulságot, meg lényegében a egésznek a dolgait, de a Grand Cardon könyve is úgymond a szokások bevezetését, meg az, hogy ténylegesen a szokásokhoz tartsa magam, lényegében az is a Tenix könyvben sokat adott nekem. Szóval ezek voltak így a tanulságok, amíg bevezettem. Igen, köszi Erik. Nálam is ezek voltak lényegében, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy pénzügyekben is kicsúsztam. Én akkor emlékszem, gyárba dolgoztam, és én is folyamatosan azt vettem észre, hogy mindig kevesebb volt a pénzem. Mm-hmm. Pedig szinte nem vettem, szóval alig vettem magamnak ruhákat, de mindig valamilyen hülyeségre elköltöttem a pénzt. És ez nem volt jó. És aztán olvasom azt a minimos észjárás, nem is a minimos észjárás, az a minimos árma titkai, az a pontos címe, és ott olvastam azt a könyvet, és akkor abban volt így, hogy mennyire átvesszük például más emberektől, akikkel kiskorunkban több időt töltünk, lehet a nagyszüleink, igen, szüleink, barátaink, hogy mennyire átvesszük az ő szokásaikat, szóval ez nagyon fontos az, hogy én is azt átvettem, ez is bennem egy ilyen paradigma volt, és ez úgy beutánoztam másokat, és aztán azt, amikor rájöttem erre, akkor ott tudatosan elkezdtem így tényleg megtakarítani pénzt, és aztán így tudatosan mindig félretenni,
és aztán volt videóm is erre a Babylon legosztag emberéről, tett félre a bevétel 10%, ugye 10%-át ezt még így lehet növelni, a szolgáltást nyújtasz, akkor lehet többet is félre tudsz tenni havonta, de lényeg, hogy folyamatosan tett félre, és ehhez a pénzhez ne nyúj hozzá, nem ezt a legjobb, hogyha befekteted, vagy beteszed aranyba, vagy ezüstbe, vagy bármi egyébben, nincs a szemed előtt, mert úgy könnyebben el tudsz csávolni, összegyűjtesz meg 10 000 eurót, aztán az hiszed, hogy tér a világ, és akkor hát akkor most vegyünk egy autót, vagy nem tudom, akkor vegyünk meg egy megbukott, nem tudom, 4 000 euróért, szóval akkor már gondolkozol ezeken a dolgokon, de ez fontos az, hogy összegyűjted ezt a pénzt, akkor az ne költsd rá, és ez egy befektetés, erre egy tökéletes példa. Szóval én tényleg a pénzt ezt még igen befektetem valamilyen szinten, valamilyen formába, és nem csinálom azt, hogy akkor most itt van a bankszámlám, nem tudom, 10 000 euró, hanem tényleg én azt tartom, és ez nekem egy ilyen fontos dolog, lehet majd később változtatok rajta, de nekem úgy érzem, még ez nagyon bevált, hogy én nagyon-nagyon kevés pénzt hagyok még a számlámon, és nem az van, hogy akkor látom, ott van 200-300 euró, hanem én valakinek ez bevált, itt Pálkosra beszélgettünk, hogy nála ez nem vált be úgy, de embere válogatja, hogy lényegében én például tudom azt, hogy minden héten költök egy ilyen, hát én ilyen napi 10 eurót költök maximum kajára, abban benne, hogyha étteremben kajálok, én nem főzök, már se idegrendszer nincs hozzá, meg időmet nem teszem bele, de az egy fontos az, hogy én az kb. Egy 300 euró, amikor 250, 280, 300, amikor 320, de tudom azt, hogy napi 10 euró, és akkor én azt tudom, hogy hetente túlálni egy ilyen 50-60-70 eurót, és akkor én azt a pénzt mindig kiteszem a bankszámlán, vagy a Revolutra, én azt használom erre a fizetésekre, és szerintem mindig arról fizetek. És akkor nincs az, hogy én, hogyha az elfogy az a pénz, vagy látom, hogy kevés van rajta, szóval nem, nincs rajta 700 euró, hanem csak félreteszem rá azt, amikor csak 20-30 eurót teszek rá, és aztán lefogy, akkor utána megint töltök. De hogy érezzem azt, hogy nekem mindig dolgoznom kell ahhoz, hogy legyen több pénz, és akkor valami munkát kell beletennem. Munka lehet az is, hogy én végzem a sales például, de munka lehet az is, hogy felveszek egy operátort, aki hoz léreket, vagy felveszünk egy értékesítőt, aki értékesít, és nem én csinálom a munkát, szóval fontos, és a céget építem, szóval a lényeg az, hogy mindig dolgozzak azon, hogy több pénz legyen a cégbe, és aztán magamnak is, hogy a végül az osztalék minél több legyen, szóval ez egy fontos dolog, és hogyha erre rákészítem magamat, már nem azt látom, hogy bőség van, hanem pontos a bőség, mert fejben ott vagyunk, viszont amikor látod magadőt, akkor könnyen el tudsz csábulni, szóval ezáltal ez egy magamnak bevezettem, hogy ez nem költöm el ezáltal a pénzt, hanem mindig csak tudom, hogy annyi, és akkor rákészítem magam arra, hogy többet és többet csináljak folyamatosan. Úgyhogy ez, nálam ez volt egy ilyen tanulság, ez volt, amiért így főként eldöntöttem, hogy ezeket csinálni fogom. És Erik is említett egy applikációt, én ugye már emlékeztetőket használom, ami szintén nálam egy ilyen game changer volt, hogy el szoktam felejteni a dolgokat, vagy mindig gondolkoztam azon, hogy most kinek kell e-mailt írnom, kit kell felhívnom. Semmi nincs a fejembe, szóval most megkérdezni, hogy mit csinálok holnap, nem tudom megnézni a naptáromat, én is, ahogy elmondtad, nem tudom, hogy kit kell felhívnom holnap, ott van a CRM rendszerben, vagy ott van az emlékeztetőkben, és felírom, hogy mit kell csinálnom, kinek kell ajándékot vennem, szóval nem tartom azt, hogy kinek van a születésnapja, meg ilyen, oké, tudom a szüleimnek, mikor van, vagy valami, de nem tartom azt, hanem be van oda írva, és a naptár tudja, és megnézem, hogy mikor mi van, persze így is lehet, amikor elfelejtem, vagy bármi lehet, de nem a fejembe van, és nem törtök azzal időt, hanem a fejem arra van, hogy te alkoss vele, hogy gondolkozzál, és Henry Ford mondta, hogy most hallgattam még, hogy ő mondta még például azt, hogy a gondolkozás az egyik legnehezebb, az egyik legverejtékesebb munka, mert azt kevesen csinálják pontosan, azért leülnek, és akkor gondolkoznak. Szóval ez nagyon fontos, hogy te gondolkozzál, és azon legyél, hogy az időt arra használ, hogy teremtsél pénzt, teremtsél munkahelyeket, vagy bármi egyebet, de hogy teremtsél, és arra használ a fejemet, és ne az, akit, hogy gondolkozol, azt mondom, hogy kiket kell felhívni, meg mit főzzél, még ilyen hülyeségek, hanem mindenre le tudod írni, és akkor ott van, hogy elmész bevásárolni, akkor ne azon gondolkozz, hát ezt kell vennem, azt kell vennem, hanem fel van írva, és akkor tudod azt, hogy bemész, ezt a három dolgot akarom, és nincs a túlköltekező, vagy valami, azt a három dolgot megveszed, mész ki, és akkor kész, én bementem sokszor bevásárolni, tudom azt, hogy mit akarok, előre el van döntve, 3 perc alatt megveszem, valamikor még annyi se, bemegyek a Tesco-ba, valaki még ott vár 3 órát, én már rég kijöttem, bementem, megvettem a laszatot, vagy amit akartam, és aztán jöttem ki. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy mindent írt ki a fejedből, szóval ez egy ilyen game changer volt nálam. Szóval mi is az, amit adtak ezek a szokások neked, Erik, és mi az, amit úgymond tapasztaltál, miután bevezetted az életedbe? Pár ilyen példát mondják, ilyen példák. Hát nekem, amit adtak, az főként a tudatosság,
Még visszatérve, amit előzőleg mondtál, hogy itt amikor a bevásárlás intézed, nekem is úgy van, hogy tudom a Lidl-be, hogy mi hol van, és úgy írom össze a listát. Igen. Szóval 5 perc alatt megvagyok, még nagy bevásárlást is csinálok, és ott nekem letelt a dolog, szóval megyek a kosárral, oké, ebben a regálban ezek vannak, jövök visszafel, ezek vannak, és csak dobálom be. Plusz még mellé írom, hogy mi mennyibe kerül, és tudom, hogy mennyit fog fizetni végösszegbe. Na. És nem fog érni meglepetés. Igen. Ezt csak egy kicsit visszatértem. Na igen, mit adtak a életembe? Hát főként a tudatosságot, leginkább a pénzügyekben tudom, hogy mi hova megy, mi fog bejönni, mi fog kimenni. Ez a egyfajta tudatosság. Illetve így a tudatosságot leginkább a gondolataimba, meg így a mindennapjaimban az, hogy van egyfajta rendszer az életemben, főként így, hogy a naptárat is vezetem, mikor kelek fel, és akkor nem azon, hogy akkor felkelek, és akkor fúha, most mi lesz a mai nap, hanem felkelek, és akkor még ha nem is tudom egyből reggel, mert ahogy említettem, most semmi sincs a fejemben, hanem minden le van írva, kinyitom a naptárat, oké, akkor vágjunk bele. Szóval leginkább ezt adták az életembe a tudatosságot, meg az, hogy válogassam meg, hogy kivel töltöm az időmet. Igen. Szóval, ha kettő dolgot kell kiemelnem, akkor a tudatosság, meg az, hogy egyfajta szűrőkön mennek végbe, nem csak a emberek, hanem úgymond akár a időtöltés is, hogy mivel töltöm az időmet. Igen. Ezt a két dolgot adta meg nekem. Igen, ez nagyon fontos, igen, ezt én is kiemelném, hogy a időlet mi az, ami kivel töltöd, ugye? Erre is volt egy ilyen videó, hogy az életednek ki az, aki annak az átlaga vagy, akivel legtöbb időt töltöd, és az nagyon fontos, hogy milyen emberekkel vagy magad körül, és azokat a negatív embereket, azokat nem mindig offol ki az életedből. De nálam azt adta tényleg, hogy ez a tudatos lettem, szóval, hogy elkezdtem a fejemet arra használni, mire való, szóval gondolkozzak vele, és ne azzal, hogy akkor ilyen dolgokat csináljuk, hogy akkor én most nem tudom ezeket a bevásárlóistát, vagy bármit írjak, hanem elmegyek, és akkor tudom azt, hogy mit akarok megvenni, vagy mit, hogyan csinálok, szóval minden előre így meg van tervezve, és akkor nem ér meglepetés, én szinte mindig ugyanabba az éktermekbe járok, szóval minden tudom azt, hogy mi éktermekbe, akkor mit veszek be, melyik, akkor már tudják, hogy mit akarok, nem mondják azt, hogy akkor mikor csak a szokásos, hogy akkor tudják, szóval én nem kombinálom mindig túl, hanem McDonald's-ban is mindig volt, amikor 3 évig is mindig ugyanazt tettem, 4 cheeseburger, hamburger, vagy azt a Ranoki volt még hozzá, az a sűrburgonya, meg még volt hozzá ilyen az orange juice, és akkor ezt most megváltoztattam, most megint másfajtát teszek, most ilyen wrap-et szoktam enni, ami azért elég egészségesebb, meg jobb, viszont megvan az, hogy mindenhol mit teszek, és nem kell rajta gondolkoznom, hogy mit akarok, nekem ez nagyon sokat adott, hogy, hogy fejemet tényleg erre használjam, ez volt még egy ilyen tanulság, meg az edzés is, amikor így elkezdtem én edzeni, 2015-ben kezdtem el edzeni, és akkor így nem volt így szokásom, emlékszem, 4-esek voltunk középiskolába és gimibe, és aztán a egyik barátom így mutatta, Pityu, hogy mutatta nekem azt, hogy igen, hogy akkor próbáljam ki az edzést, és akkor kipróbáltam, elkezdtem edzeni, tetszett minden, mert én nagyon szeretek így, régen fociztam ugye, és akkor elkezdtem így edzeni, és aztán ott egyre jobban megtetszett, aztán magam csinálta, nem vagyok az a fajta, most vannak ezek a, egy emberrel beszélgettem erről, szóval mindig vannak olyanok, akik ilyen szeretnek valamit elindítani, meg vannak, akik végbe viszik, szóval vannak ez a kettő ember, meg van az, aki el is indítsa, meg végbe is viszi. Én ez a harmadik vagyok. Ezek általában azt mondják, hogy ritkábbak, hogy tényleg én nagyon szeretek indítani, szóval nekem valamit eldöntök, hogy én megcsinálom, akkor nekem a nulláról felépítem, akkor megcsinálok. Nincs az, hogy akkor most hátom, most nincs kedvem, most izéi, akkor megcsinálom. És nem csak az, hogy megcsinálom, hanem akkor végig is csinálom. Már sokan azt csinálnak, hogy elindítanak, és akkor nem fejezik be, mert abban már nem jók. És akkor olyan ember kell neki találni, akkor azt megcsinálja, már a különben nem fog befejeződni, vagy nem lesz olyan eredménye ki. Én meg ebben a kettőben jó vagyok, és ez egy nagyon fontos tulajdonság, hogy ezt tudjam magamról, és hogyha valamit csinálom, akkor azt annak legyen befejezése is, és akkor tudjam lényegében végigvinni. Aztán itt a negyedik pontban, amit felírtunk, az önfegyelem, és a önfegyelemnek a fontossága, hogy mi az, amit téged Erik rávitt arra, vagy hogyan tudtad azt kialakítani. Itt a hideg zónánál is mondtad, hogy majd mondasz egy olyan példát, hogy mindig rá tudod magad venni arra, hogy ugye bár hideg van. Elmondtam, ezért a meleg. Ja, úgy nyomjuk, igen, ez is egy megoldás, igen. Ja. Igen, csak hogy mi az, hardcore. Igen, ez van a hardcore, hogy mi az, ami a önfegyelemben neked megvan, hogyan tudod azt megcsinálni, hogy
hogy mindig rá tud magad venni, hogy ugyanazokat a dolgokat megcsinálj, és ne legyen unalmas, szóval ez is egy fontos, mert sokan azt mondják, hát jó, de mindig olvasom minden nap, vagy bármit csinálsz, az unalmas lehet, de mi az, amivel ezt rá tudtam venni, hogy tényleg egy ilyen rendszer tette az életedben, mert mindig a saját magunkat ugyebár szokásaink alakítanak, meg az, hogy milyen emberekkel kommunikálunk, és ez a kettő, szóval ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és éhez úgy is, hogy hát a sors irányítja az életünket, meg majd lesz valami. Horoszkóp. Persze, mondj jókat a horoszkóp, meg minden egyéb, csak az fontos, hogy az életedet te irányítod, és ha te valamit cselekszel, akkor minden oka van, és vissza tudod utána vezetni a pontokat, még utólag össze tudod kötni, csak ez a fontos, hogy tudd, hogy neked ez önfegyelem, ez mi volt eddig, hogy mi az, ami rávisz arra mégig, hogy ugyanazt is ugyanazt megcsinált. Önfegyelem nekem ott alakult ki, amikor elveszett a motivációmat. Igen. Aha, mert tudod, a motiváció, én szerintem az olyan oké, szép dolog meg jó róla beszélni, de az jön, aztán megy. Igen. Ha te neked nincs disziplínád, akkor a motiváció az az fog jönni, aztán elmegy, aztán mi például edzésnél, most valaki azt mondja, hogy hétfőn elkezdem, én a csütörtök, nincs kedvem, aztán már nem megyünk. Tudod, akinek van majd már egy challenge le akarsz fordni, aztán utána már nem. Akinek van önfegyelme, meg disziplína, az nem fog ilyet mondani, akkor is fel kell, ha mondjuk rá kint, nem tudom, esik. Igen. Például. Szóval nekem meg inkább akkor tudatosultam azzal, hogy nekem a önfegyelem sokkal többet ad, mint a motiváció, mert sok esetben nincs kedvem felkelni reggel, nincs kedvem elmenni egyből edzeni, ezzel nincs is semmi baj, mindenki emberből van, de ott van nekem a önfegyelem, hogy akkor is elmegyek. Igen, sikeres emberek akkor is megcsinálják, amikor már bárki választhat, de a sikeres ember ott választódik el a sikertelentől, hogy ugyanazokat ő se szereti megcsinálni, őt is ő szeretsz felkelni minden reggel, de felkelsz, mert megvan az, hogy akkor te ezt megcsinálod, és elnőtötte is megcsinálod. Nem muszájból, legalábbis azt tudatosítottam magam, hogy nem muszájból kell megcsinálni, hogy muszáj felkelnem, hanem mert akarok. Tudod, hogy mit fogsz vele elérni. Mert megtehetem azt, hogy felkelhetek korán, például, mert valaki azt se teheti meg. Igen, már azt mondják, hogy nekem most reggel is be kell menned, és akkor te 33-kor kezd, akkor 33-kor kezd. 33-kor, hát ez a leginkább, amikor a motiváció elment, akkor jön a önfegyelem. Ezt szerintem úgy mindenki el tudja elkezdeni alkalmazni, mert tényleg, hogyha ember valamit elkezd, és mind a önfegyelem, erre nagyon jó, múltkor egy jó idézetet láttam, hogy ha van neked egy konkrét célod, ugye az még úgymond neked számodra távoli. És ahhoz, hogy te azt a célt elért, akkor neked egy rendszert kell kialakítani, ami nem fogja neked úgymond lebonyolítani az egész célelérést. Szóval például a kedvéért, most mondok egy példát, hogy a statisztikát megnézni, azt is felírom magamnak, és az is minden nap is egy szokássá vált, vagy felírni a célokat, vagy hálát adni, vagy csütörtökönként a partnerek számára a statisztikát összeállítani, az is fel van nekem írva, és akkor azt megcsinálom. De oda is kell önfegyelem, hogy az is olyan legyen, hogy teljességében rendben legyen. Valamint önfegyelem itt, amit te is mondtál, ez is nagyon jó példa rá, hogy mindig annyit utalok ki, amit tudom, hogy el fog költeni. Szóval tudom, hogy a héten XY eurót költök étkezésre, akkor annyit utalok ki a Revolutra. Szóval, hogyha az egész hétre van egy X összeg, ha már szerdán elköltöm, akkor így akkor ez van, akkor fennmaradó 4 napban, de akkor szalámis kenyér van, csak viccelek, csak érezni a példát, hogy igen, akkor zsíros kéli lagy. Igen, az is finom. Csak te hozzá vagy akkor úgymond, te rá vagy akkor kényszerülve arra, hogy akkor úgymond idézőjelben te abból a pénzből kigyere az adott héten, és nem az van, hogy akkor van X euró a számládon, és akkor oké, akkor most veszek, nem tudom, steaket, meg a többi dolog, mert akkor ott a önfegyelem az el fog csúszni. Igen, pontosan. Szóval ebben a kettő dolog ez, ami így szerintem a önfegyelem fontos, hogy ha nincs motiváció, ott az önfegyelem, hogy tovább vigyen téged, illetve a önfegyelem így a pénzegyekben ott legyen, akkor külön számlán, ami csak is a költésekre fog menni. Igen. Igen. Szóval ez, ami így adta nekem ezt. És mi az, amit így a fiatalkori életnek így üzennél, amit mindenképpen szeretnél, hogy ez megvalósuljon? Hogyha például megvalósuljon, hogyha te lennél most például, nem tudom, 17 éves, és akkor elmondhatnál, hogy igen, ezt és ezt kéne megcsinálnod, ahhoz, hogy sikereket érjen majd a később, akkor milyen tanácsokat adnál? Fektes bitcoinba. Nem, használj minél korábban már Google naptárat, hogy vezesd úgymond a időrendedet. Sokan mondják, hogy más emberek körében akart volna mozogni. Én ezt nem vallom, mivel azok az emberek, akikkel akkor voltam, azok úgymond eljutottak oda, ahol most vagyok. Most olyan értelemben gondolom, hogy ha azok a történések nem lettek volna, akkor hát, hogy most nem ülök itt. Szóval
ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mindig reflektálni. Szóval oké, lehet, hogy akkor volt, hogy rosszként vetted le, de ha most visszagondolsz, akkor az jóként jött le az egész szituáció. De amit üzennék, ha mondjuk a top 3 dolgot ki kell, hogy emeljek, az legyen nagyobb önfegyelme, vezesse be a Voga naptár használatát, vagy bármiféle naptárat, de az, hogy vezesse a időrendjét, illetve az, hogy tudatosabb legyen a pénzügyekben. Ez a 3 dolog. Igen, ez nagyon fontos. Én a önfegyelmet az is hattam ki, hogy gyertsük egy ilyen mondattal összehangolni, hogyha tényleg eljutsz erre a szintre, hogy nem a videókból, meg minden másból fogsz motiválódni. Persze lehet motivációt gyűjteni onnan, mert mindenkinek lehet a rossz hangulat, vagy bármilyen félet, ez tud segíteni bizonyos szinten, de az csak a felszín kapargatod, viszont hogyha rájutsz addig, hogy van önfegyelmet, hogy akkor önfegyelmet az út tud lenni, hogy kitűzöl egy nagy célt, ami 100-szor nagyobb, 1000-szer nagyobb nálad, és még nem biztos, hogy tudod, hogy fog elérni, de azt tudod, hogy kurva biztos, hogy el fogod érni, csak azt nem, hogy most hogyan miképp kitűzöd, hogy mikor akarod elérni, de ezért harcolsz folyamatosan, hogy ez mennyi, és van egy célod, ami 100-szor nagyobb nálad. Nekem is van például egy ilyen célom, ami még a vállalkozásomnál is túl tesz. Például én iskolákat, üzleti iskolákat akarok létrehozni, ezt még kevés embernek mondtam el, de nem egy nagy titok. Szóval én üzleti iskolákat akarok létrehozni, nekem Mayer Business School lesz a neve, és Európa nagyvárosaiba, és pontosan azért, hogy olyan helyzetből jött embereket, gyerekeket tudjak tanítani, vagy tudjunk tanítani, akik hasonló helyzetből jöttek, mint én, hogy nem voltak úgymond a családban vállalkozók, nem azt mondom, szegények, vagy bármi, vagy hanem ahol nem voltak a szülők vállalkozók, viszont a gyerekben van craft, van benne energia, hogy akarja, és valós emberek tanítsák meg ezeknek a gyerekeknek, mert én, hogyha tudtam volna azt, amit most 26 évesen ezt megtanulhattam volna, nem csak most, hanem ezt már azt a tapasztalatot, meg ezt a tudást, ezt tudhattam volna 16 évesen, 17 évesen, de nem tudtam, már 20 éves koromig azt tudtam, hogy egy vállalkozás hogy működik, fullban nem tudtam róla semmit, utóbb 6 évet tanultam meg, és semmit nem tudtam. És én ezt tudtam volna, 10 évesen elkezdtem volna tanulni, és tudtam volna, ezt 17 éves koromban itt lennék, vagy 16 éves koromban 10 éve előrébb lennék. 10 éve 100-szor elkezdtem volna már 10 éve használni a naptárat, elkezdtem volna például a pénzügyeket, de ezt nem tudtam. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezeket a gyerekeknek akarom segíteni, mert ők a jövő. A mostani 2-3 évesek, meg majd akik most fognak ma megszületni, ők a jövő. És van benne sok olyan gyerek, aki majd vállalkozó fog tudni lenni, aki majd munkahelyeket fog tudni megteremteni, és így tovább, aki hatalmas céget fog felépíteni. De ezeknek a gyerekeknek éveket, 10 éveket tudok megtakarítani ezzel a iskolából, és persze lehetnek benne politikai, meg egyéb dolgok, hogy már ezt ismertek, hogy a Szabó Péter is akart Magyarországon iskolát csinálni, csak sajnos nem tudott, ugye, már annyira jó a rendszer, úgyhogy ez egy másik téma, szóval, de én meg fogom ezt csinálni, és nem csak Magyarországon akarom, hanem Európa nagyvárosabb, és lesz, ahol lehet, hogy nehezebb lesz, lehet, ahol könnyebb, de ezt az iskolát, még azt nem tudom milyen, hogy for profit lesz, vagy non profit, de a lényeg az, hogy ezt az iskolák meg lesznek csinálva, és ezt akarom, mert ez 100-szor tovább tud élni nálam, szóval ezt, ha 200 év múlva is nézzük, akkor ezt tényleg egy úgymond egy legacy-t tudok csinálni, egy örökséget tudok magam után adni, szóval nekem az nincsen egy nagyobb motiváció számomra, 100-szor többet motivál, mint a Mayer Corporation, vagy bármi más, ez egy fontos dolog a Mayer Corporation, nekem is nagyon fontos a saját cégem, mint mindenki, tényleg valamint egy gyerekem lenne, viszont ez tényleg, hogy örökséget hagyni, és ezeknek a gyereknek segíteni, ez számomra egy ilyen number one dolog, én ilyen fajta iskolákat akarok létrehozni. Úgyhogy bennem egy ilyen rövid, hosszú mondatban összefoglalva nekem az egy ilyen örömfegyelmet, hogy mindig megyek előre, és nincs, ami megállítson. Szóval, amit elmondtok, az kőkövel nem marad, akkor is végigviszem. Aztán itt még erre visszaszólva, vagy mi a, visszajelez, vagy mi az, amit én a fiatalkon énemnek adnál, amit Erik is mondott, ez a tudatosság a pénzügyekbe, szóval ez abszolút neki nem volt meg, és ez akkor tudtam volna, akkor 100-szor tudatosabb vagyok, de ezeket a hibákat amúgy is el kellene követnem, viszont szintén előrébb járnák, hogyha ezt akkor tudtam volna. A másik az, hogy ez a rendszeresség, hogy mind emlékeztetőknek a használata, mind a naptárnak a használata, hogy ezekkel a fejekből kiírjam ezeket a dolgokat.
És ami nagyon fontos, egy ilyen harmadik rész, az a kapcsolatépítés, amit én tényleg a 22-23 éves koromban nagyon intenzíven elkezdtem. Viszont BNI-nak ennek nagy hatása volt rám, és sokat segített, viszont az fontos elmondani, hogy ezt akkor elkezdtem volna még jobban, még tudatosabban, akkor szintén most hát nem 3000 kontaktom lenne, hanem lenne 5500, szóval azért ki lehet építeni, és a kapcsolatokra nagyon fontos, hogy tudsz számítani, szóval, hogy legyenek olyan emberekkel kapcsolatban, aki oké, hogy baráti kapcsolat, valakivel még közel kerültök egymáshoz, valakivel lehet, hogy ilyen üzleti kapcsolatod lesz, mint ügyfél, meg lesznek, akikkel úgymond tudsz rájuk számítani bármilyen, meg lehet valaki csak messzire ismerősöd van, de ismerd az embereket, és a reputation, ami mögötte mondanak, a hírnévezés, most olvasom a Jerry Gitomernek a könyvét, és nagyon jól leírja, hogy a reputation, hogy mögötte, a hátad mögött mit mondanak rólad, hogyha így akar magyarra fordítani, az egy kulcsfontosságú dolog, szóval, hogy legyen egy neved a piacon, amit te építesz, folyamatosan a saját berendet, mert a céged megszűnhet, vagy bármi lehet, de hogyha te korrekt vagy, és korrektül csinálod a dolgokat, mindig lesznek olyanok, akik nem tartanak korrektnek, meg minden, nem tudsz tökéletes lenni, szóval nem is kell mindenkinek megfelelned, csak a lényeg az, hogy tényleg hogy tudj korrekt lenni, mindenkivel korrektan bánjál, őszinte legyél a másikkal, és ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy ha ezt tartod, akkor ha megkérdik, én is például többször voltam ügyfél, hogy kérdezték, hogy mi a visszajelzés, hogy mondjak ajánlásokat, mondta neki pár embert, azt mondta, elmentek pár BNI csoportba, és bármelyikben mentem Pécsre, elment Budapestre, elment Győrbe, mindenhol tudták, hogy ki az a Mayer Gábor. És csak azt mondta Mayer Gábor, ja, igen, ez, és akkor tudták, és nem rosszat mondtak rólam, hanem jól mondtak a hátam mögött, és sose azt számít, amit a szememben mondanak, már az mindig mindenki mondhat szépet, hogy jó, ilyen, jó vagy olyan jó, az hátam mögött meg elküldi a picsába, csak ez nagyon fontos az, hogy mindenki, hogy tényleg az embereknek, nem is mindenki, de a többsége tényleg jól vélekedjen róla, hogy te korrekt vagy, őszinte vagy a másikkal, és jó üzletember vagy amiben vagy, az abban jó vagy. Most teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, de abban tényleg egy szakértő legyen a piacnak, és tőled kérjenek tanácsot ezen a téren. Úgyhogy én ezt adnám, az a harmadik, ezt a kapcsolatépítés. Úgyhogy ez volt így a mai podcast így Erikkel, úgyhogy ez volt a 16. epizód, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel, milyen heti szinten vannak új podcastok, heti szinten van több és több videó magyar nyelven, és aztán utána folyamatosan készítünk tényleg olyan interjúkat is, ami segít abba, hogy minél több vállalkozóval meg tudj ismerkedni, mert sokkal még nem készített senki se interjút, pedig nagyon nagy tudás van, meg nagyon nagy tapasztalat van mögöttük, és ezt mind meg tudod nézni különböző embereknek a szemszögéből, úgyhogy tarts velünk legközelebb, és iratkozz fel, és találkozunk a következő videóban is.